A 2018-as költségvetés nagyobb a 2017-esnél, 5 milliárd dinárral többül gazdálkodhatnak. Igor Mirovics, a tartományi kormány elnöke szerint a legfontosabb eleme a büdzsének, hogy a gazdaság fejlesztésére irányuló nagy beruházásokra is futja. Ezeknek egy részét a köztársasággal közösen finanszírozzák majd. I ukoliko saberete sve pozicije u budžetu koje imaju takozvani karakter ekonomskog razvoja, vidjet ćete da smo mi uspjeli da ove godine sve te pozicije u odnosu na 68,5 milijardi koliki je ukupni obim budžeta dovedemo do blizu 40%. Radi ilustracije u budžetu za 2017. godinu to je bilo negde oko 26%. Az ellenzék elismeri ugyan, hogy a tavalyihoz képest a bevételi oldalon nagyobb a költségvetés, de ennek nagy részét szavaik szerint az úgynevezett transfereszközök teszik ki. Kad pogledate strukturu tog povećanja, vidimo da su transferna sredstva uvećala budžet. Vidimo takođe da se projektuje porez na dobit pravnih lica na dosta visok iznos od 8,3 milijarde, što je dosta optimistično i nemojmo se iznenaditi ukoliko uskoro, već negde sredinom 2018. godine, budemo radili rebalans koji će biti sa nižim iznosima od ovog budžeta koji je planiran. A Vajdasági Magyar Szövetség támogatja a tartomány jövő évi költségvetését. Pelt Ilona, a VMS tartományi parlamenti képviselője, a Szabadkai Népszínház és a Vajdasági RTV épületére szánt jelentős összegek mellett az iskolák felújításának fontosságát és a Magyar Szónak szánt nagyobb támogatást emelte ki. Projektekben gazdag év elé nézünk. Én kiemelném azokat a projekteket, amelyeket a köztársasági és a tartományi költségvetésből egyszerre finanszírozunk, ezek pedig a Szabadkai Népszínház, felét a köztársaság, másik felét pedig a tartomány pénzeli. Ennek az összege összesen 333 millió dinárt tesz ki. Nagyon fontosnak tartom megemlíteni az újvidéki rádió, tehát a Vajdasági Rádiótelevízió épületének a felújítását. Ez 1 milliárd 805 millió dinárt tesz ki. Csonka Áron, a VMDK képviselője elmondta, ők nem szavaznak a jövő évi költségvetésre, mivel nincs meg az alkotmány által garantált 7%-os minimum, illetve a nagy beruházásokra előirányzott 3 hetet sem. Kifogásoljuk azt is, hogy a nemzeti tanácsoknak a támogatása maradt azon a szinten, amely eddig volt, tehát 60 millió dináron, nem lett semmilyen emelés sem betervezve, de a kisebbségi média egyes projektumjainál viszont csökkentek az eszközök a környezetvédelemre, csökkentek az eszközök, amelyek olyan projektumokra vonatkoznak, amelyek támogatnák a kis- és középvállalkozásokat. A parlamenti ülésen elhangzott, hogy a jövő év július 1-től az arra igénytartó képviselők a hivatalos használatban lévő kisebbségi nyelveken is kérhetik a bizottsági ülések írásos anyagait, amennyiben ezt a mandátumuk kezdetén jelzik a tartományi adminisztráció felé.